Itt gagyós voltam. Everyone was so mentésünk felülíródik, nem baj. So impressed with what they'd accomplished. And then... Kíváncsi ezek erre. Few years later, the dinosaurs made their presence known again. Hát, hogy itt még nem leszek amúgy új dinók, de nem baj. Az a lényeg, hogy új közegbe leszünk, és az már úgy egész jó. Jelentem elállt a vérzés. Ő amúgy húsevő, az a durva. És tökre barátságos. Csak az ujjait harapja le, nem az egész karod. Nem mindegy. John Hammond had wanted his precious animals to belong to the world. John sent a team to document the dinosaurs. What we found, to our amazement, was how quickly the dinosaurs had adapted. They had made the island their own. Ludlow had the investors. He had secured a location, but he still needed dinosaurs. And now he knew where to get them. Szia, call me. What if chaos yielded a different outcome? What if Ludlow's mission was successful? A parkot hogyan tudom megnyitni, mielőtt megnyír a csőt, nem megyek. Az a lényeg, hogy tényleg csak és kizárólag a küldetése koncentrálj. Csak arra. Semmi más plusz ne csinálj. Csak a küldetés, és nagyon gyorsan. Ha kell, állítsd le mindig a játékot. Ha ez megvan, kizárt, hogy csődbe mész. Mert én nem így csináltam, picikét lazábra vettem. Ó, milyen terület ez? Úgyhogy te működött. Csak a küldetés, tényleg. És akkor majd föl fogja neked dobni, hogy na, most akkor eljött a megnyitás pillanata. Mi a helyzet, Kalmi? Hogy vagy? San Diego második film vége helyszín? Mr. Thompson. I believe in the work, you know? That's why I'm here. Yeah, and I'm here because I believe that I can advise you on how to avoid mistakes made previously. Understood. I know I can realize the original vision for this park. I admire your confidence. Ezek a picik, amiket az előbb említettem, azok nagy csapatban járnak, és a éhesek szétszednek. Hol van? Bárki mondhatja. Welcome to San Diego, Dr. Malcolm. My name's Lily Halford. I'm in charge of operations, and I must say it's absolutely fantastic that you're here. Menő Mr. Thompson wasn't sure you'd say yes. Well, Mr. Thompson doesn't understand chaos. Ezek nagyon gyenge kerítések. But, you know, he'll learn. Yes, susom. You know, Lily, it comes with the territory, I suppose. I'm looking forward to it, I think. Well, as you can see, at the moment, the entire facility is a bit of a mess. Yeah, I saw it from the air. Looks, even worse from the ground. Everything has to start somewhere, even when it's starting over. So why don't we begin with the construction of a response facility and take it from there? Ez egy ilyen... bemutató terem lesz majd. Olyasmi. Ezt majd úgy kell megcsinálnunk, hogy ide be tudjuk vinni az állatot, hogyha kell. Hát ez mennyire félelmet? Ide egy T-rexet esetleg? Hát baszként bejúlna a lelátónak az első sorába, aztán így kicsattintaná onnan a kollégákat, nézőket. Mit kell? Response Facility. Hát ezt olyan helyre kell tenni mindenképp, ahol... ide oldalra. Nem ide. Nem. Ide. Mert ők nagyon-nagyon sokszor lesznek mozgósítva. Egészen biztos. Áramellátás? Úristen, nincs. Nincs áramellátásunk. Az jó volna pedig. Aha, tehát akkor itt ezek szerint már ebben a játékban az nem működik, hogy visszamenőleg mi kifejlesztünk ezt meg azt, hanem minden külön van lényegében. Értem.
Akkor ide ez fog kelleni mindenféleképpen, bakker. Viszont ha nincs áram, akkor nekik honnan van? Maguknak tudnak termelni ezek az épületek vajon? És oda beraktuk őt, az kész. Max majd mozgósítjuk. So I thought we'd get the buildings repaired. Szia, Ibin. Örülök, Almi, jó van. Hol van javulás? Ér, jó van, örülök neki. Továbbra is jobbulást kívánok. Control Center. Meg kell javítanunk ez. Ó, igen. Meg kell javítanunk, persze. Hát ezért nem kell nekik áram. Szerintem. Jó. Azt is meg kell javítani. De itt volt olyan kerítés, amit szintén meg kellett volna már javítanunk, nem? Megmondjuk az is. Mondjuk itt igazából mindent meg kéne javítani, ahogy elnézem. Anna mélyebb, minden szar. Ezeket szerintem békén hagyjuk. Nem tartozik a küldetéshez. Az a lényeg, hogy meg tudjuk nyitni a parkot minél hamarabb, hogy valami termelje a lóvét. Az kell minden áron most elérni. Mert pénz nélkül csőd lesz. És nem az jó. Mert ez elkészül, és akkor kapjuk a következő feladatot. I once heard someone say that determination is power, and I like that. But let's flip it around. Vagy? We are determined to power everything. With actual power. Lehet, hogy itt ki kellene fejleszteni a komolyabb áramellátást. Ó, és nincs hozzá ember. Valakit föl kell venni, aki mondjuk... Van egy nagyon jó orvos. Ő egy nagyon jó genetikus. Ő pedig egy nagyon jó orvos. Kell egy nagyon jó orvos? Vagy nem kell nagyon jó orvos? Lehet, hogy... egyelőre még nem. Egyelőre vegyük úgy, hogy nem. És akkor gyorsan itt most kipörgetjük a... ezt. Ha ez megvan, akkor talán lesz normális áramellátás. Jó, ennek kell 2 perc. És akkor valahogy itt elkezdjük majd kiépíteni az áramellátás, mert ez a generátor, ez folyamatosan újra kell tölteni. Hosszú távon nem megoldás. Ez csak tűzoltása jó. Hát most figyelj, valami azért. Ez most ilyen időszakig igazából mindenki betegeskedik, kegyetlenül tényleg. Meg aki elkezd betegeskedni, az nem egy hét alatt hordja ki. Sajnos. Én legalábbis így hallom, úgyhogy... De most ilyen időszakban mindenki megértő tud lenni, úgyhogy nem hiszem, hogy Bani néz neki. Legalábbis nekem így a véleményem ez. De amúgy megértem, hogy miért gondold ezt így. Valószínű, hogy én is így gondolnám, így érezném. Úgy belehúzunk. Hát mindjárt lesz olyan szélturbina, hogy leég a hajunk. Nos. Őt úgy kellene... Kész. Erre tudunk majd építkezni, vagy...
Jesszusom! Ilyen kis területen leszünk? Ugye később itt feloldja majd azokat a területeket? De jó ég! Hova jöttünk? Úrég! Hát ez nagyszerű. Hogyan kéne ezt csinálni? Elhúzni, de gondolom a térkép széléig. Itt elsúnyogni. Jó, ezt majd később úgyis tudjuk mégis bárhogy módosítani. Ennyi, kész. Oké. Okay. Ez itt így megvan. Ennyi. Akkor őt lebonthatjuk. De mondjuk hamarabb is gondolhattam volna. Mondjuk akkor meg nem tudjuk megcsinálni a kutatót, centert, központot. Áramot amúgy? Nem akar? Nem? Nem lesz? Lyuk. Hát nem probléma. Aha, hogy oda is kell áram. Jó, hát érthető az is. Ez az. Vagy az a helyzet, hogy ez már fullon pörög? Mi van? Valami nem okés. Ez most mi a bánatos franc? De mindenképpen akkor kell egy generátor. Ezt komolyan mondom, nem értem. És így meg minden jó. De közben meg nem. Mi van? Ez a szutyok szar. Miért nem termel áramot? Hát de ő azt a célt szolgálja, vagy nem kellett volna megelőzni a játékot akkor, vagy mi? Ja van. Exciting day. The first dinosaurs are arriving from what remains of our operation on Isla Sorna. Pachycephalosaurus. Destroyed. But not abandoned. The assets still belong to InGen. Jön a paci mindjárt. We'll leverage them here in our new park. We're starting with a herbivore. We want to make sure it's well cared for, obviously, so we'll be monitoring its welfare. Hope for the best, plan for the worst. And make sure you can find the nearest exit. El kell készülni egy dinónak az érkezésére sürgősen. Amit lehet, meg kell javítani, hát ha ezek befolyásolnak valamit. Már nem hiszem. Elég fura volna. Persze, nem csatlakozik. Ó, a kurva istálóját. Most lesz a jó. De hülye voltam. Most már termeli az áramot. Ó. Basszus, hát nem kellett volna akkor se ez. Ez nem jó. Kell egy normális megoldás. Így. Ez a jó megoldás, így. Oké. Okay. Ja, értem, közben ez így működik itt. Aha. Akkor őt is kérném megjavítani. Őt meg akkor zúzzuk le. Őt is természetesen, és akkor éppen. Így. És lesz mindjárt áram.
Kettő növényevő fog érkezni hamarosan. Jól lenne megoldani. Nem javítjuk meg, fiúk? Vagy itt most mi várható? Tökölődünk? Értem, nyugodtan? Persze. Érhető. Hát én úgy gondolom, hogy... ez azért nem jó. Úgy kellene ezt megcsinálni, hogy ide, erre az oldalra is lehetne fölhúzni esetleg egy nézőbódét. Mint ahogy a túloldalra is meg van csinálva az. Ez egy egészen pöpesz volt. Ez itt tök faszán fog kinézni talán. Mondjuk így. Hát ez így tökéletes. Úgy. Az meg, kollega ellapadt. Na, menjetek a dolgotokra! Elvileg akkor ez a kerítés itt most beton biztos. A kis terület. Ide jöhetnek. Ez az 5 darab növényevő simán jöhet. Bizony, hogy nincs a rangereknek. Ugye lesz? Egyszerű. Elég jó kis tőkénk is van, úgyhogy szerintem ezzel el leszünk most mi egy darabig. Nincs semmi. Kutatásokat tudunk-e végezni valami, ami esetleg jó lenne. Hát az áramellátás, azt most béké hagytuk. Mi az, ami sokat tudna még lendíteni nekünk? Hát talán ő mondjuk. A hárman menjetek, nyomjátok. Közben ezek a feladatok is haladnak legalább. Kíváncsi ezek arra most, ezeknek az állatoknak mire van szükségük? 80%-os komfortot el kell náluk érni valahogy. Aj, de faszán nézedik ki. Akkor 5 helikopter így érkezik és hozzák az állatokat. Ja, megvan melyik állat. Ez az, amelyik... kimentette a főszereplőket az utolsó részbe, most a legutóbbi, legfrissebb részbe. Ugye? Ez a faltörőkos. Igen. Így. Ja, nincs kapu. Akkor hol legyen az a kapu? Legyen itt oldalt. Még hol nem fognak közlekedni a rangerek? Mindegy, legyen itt. Számít. Mondjuk... a megközelíthetőség így kurva szar. Mert konkrétan meg kell kerülniük, ez így nem jó. Ide legyen. Rakva ezt szerintem. Hogyha meg itt mennek, majd ketrecből ketrecbe, az se a legjobb. Akkor inkább ide így beljebb. És akkor nem fog minden szarért kinyírni majd ez a kapu. Oké, ez így jó. Valamivel útvonalaikat majd mindjárt tudják teljesíteni. Ha inni való fixen kelleni fog nekik, az biztos, hogy nagyon kevés. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég nekik. Közben a rangerek nem akarnának jönni? A végre! Jó reggelt!
Hú, de csúnyák, baszki. Megijedt az operatőrtől. Hú, de csúnya. Atya szent ég. Undorító vagy. Egyből fölmérni a terepet. Jó, van, nyugodjál már le. Mi kell neked? Ha. Növény. Jó, intézzük. Tökéletes. Hát ez ennyi. Ezek! Igénytelen állatok. Ezeknek nem kell akármi. Beérik ennyivel. Korrekt. It's really starting to feel like the park is coming together. I've already seen one come apart. All of our safety precautions are in place, Dr. Malcolm. They have to be with the latest deliveries. We have a small carnivore arriving. And larger carnivores too, which are not any kind of cute, if you ask me. Well, knowing your history with a particular species, Mr. Thompson thought it best not to trouble you with the details. Oh, yeah, no, I've seen what a T-Rex can do. My therapist and I talk about it all the time. It's an alpha predator, and now you're bringing it here. No. We know what we're doing. Yes. And here's the thing, Thompson. I know what you're doing as well. Érkezni fog egy T-Rex és egy Thompsognathus, ami... A kis picike kis állatok. Őket már ismerjük nagyon jól. Hát ez így nem jó. Próbálnám olyanra megcsinálni, mint a... mint amilyen a másik, de... Nagy jó. Várjál, innen kéne inkább talán kezdeni. 8 darab jönne? Rossz. Hát ő nagyjából, nagyjából stimmel. De rakjuk majd a T-Rexet mindenképp, mert ez, talán ez lesz a legnagyobb. Még lehet, hogy ezek egy helyre is mehetnek. Az a baj, ezt nem tudom. Hát... Ezt eszem. Ide még egy kis út. Hát akkor ide a túloldalra is. Mi? Kettő jön? Bazd meg! A gyerekek, erről nem volt szó. Kettő jön? Egymás mellett biztos, hogy nem félnek meg ők. Az ki van zárva? Baj van. Valamit ki kell találni. Ha? Egy picit másképp néz ki. Mint ami volt az előző pályán. Na! Mizu! Minden fasza! Na, ő ide például, hogy be lehet dobni ezeket a kis picike kis porbafingókat. Ez jó, ez jó. Teljesen jó, jól van.
Akkor ide be is dobjuk majd őket. Szerintem elférnek majd. Remélem, hogy nem nyírjuk ki őket itt. Ha meg igen, akkor... Nem tudok csinálni. Ez van. Asset transportation underway. Az a lényeg, hogy az egyes csapatnak van. Igen, egyes csapatnak van eddig csak tennivalója. Oké, ezt érdemes ezt tudni mindenféleképpen. Ami viszont biztosan kelleni fog ide is, az a víz. Egyértelmű. Ami még ide tuti kell, az... A gyerekek, várjatok már! Etető? Úgy... Akkor mondjuk jöjjön ide is. Egy etető. Akkor... Ugye meg kell várni még itt a rangereket, hogy most ehhez a T-Rex mit szól? Ehhez a helyhez. De várjál, nem jó. Nincsen bejárat. Commencing asset transit. Transportation underway. Most gyertek be, gyorsan. Mindjárt jönnek. Rövid életűek lesznek. Rövid életű. Hát ha az van odaírva, hogy szereti ezeket az állatokat, akkor szereti. Hogyha rövid életűek lesznek, akkor meg... Bolond a játék. Csak nem fognak átverni ilyennel. Remélhetőleg. Nincs igazam? Na? Irex bácsi mit érez? Elmondása szerint kevés a hobok és nincs neki eledele. Hát az ki. Hát most ezzel én... Úristen! Lehet, hogy kutatni kell? Nem ide! Hanem mondjuk ide. Ezt lehet, hogy kutatni kellene. Igen, ezt kutatni kell. Akkor ezt nagyon gyorsan el kell végezni. Összes emberünket. Nem tudjuk ráküldeni őket? Akkor legyen így. Furcsa lett volna. Aha, ő is megjött. Hol vannak itt ezek a kis picikék? Ott ugrál egy. Na, nyugodj már le, mert mindjárt jöhet a következő is, csak... Homok. Megoldjuk, uraim, megoldjuk. Hát kell varázsolni nekik egy kicsikét a terepet, aztán jó lesz. Kellene az egészet átalakítanunk, de ha ezt megcsináljuk, akkor legalább jobban fog kinézni, hogyha az egész meg van csinálva, szerintem. Így.
Északkutatás. Akkor gyorsan. Akkor nagyon gyorsan rakjunk le ide egy ilyen kecske szállítót. Na és akkor most azt kellene megcsinálni szerintem, hogy ide összekreatívkodunk egy... Nem tudom. Ide hajolod embereket, tényleg be lehet vagy küldeni? Hát biztos. Hát... Oda egy T-rex esetleg? Mit szóltok hozzá? Addál nagyon? Oda egy itató esetleg? Ide középre egy nagyon kis lájtosba. Nem lehet? Hát aztán hogyan mérem? Ja, mert hogy ez... Ó! Ennek a belsét nem lehet módosítani, akkor ezek szerint jó. Akkor szépen... Mekkora terület kell neki majd vajon? Csináljuk meg picikére. Igen, nagy. Fölösleges. Hát ez itt talán jó lesz. Ekkora. Ez nagyon pici. De ide már, simán jöhet. Akkor bentre rakunk valami. Középre! Úgy! Nagyon szuper! Tetszik! Azok ennek biztos, hogy így kéne kinézni. Nekem valami hasonlja, hogy ez... Ez biztos, hogy ezt a célt szolgálja? Ennek tényleg így kell kinéznie? Ezt így gondolták vajon? Belülre kerítés. Kizárt, dehogy nem rakok. Jó ez így. Ez így tuti. Hát nem is lehetne belőle tenni kerítést. Ha basszus. Tudom, hogy ez lesz ebből. Fizet meg most. Tán. Elég lesz. Ja, lehetne belülre is kerítést tenni, de hát biztos, hogy nem rakunk. Hát minek? Hát hogyan? Hát az... Hát... Ó, mondjuk nem volt... Nem szólt még a játék, hogy ide kéne berakni egy állatot. Hát most ezt így önhatalmulag eldöntöm. Ó, hát figyeljetek, ez van. Hogyha ez nem jön be, akkor nem jön be. Akkor ez van. Csinálunk valami szép utat. Legalább. Úgy. Kis könnyed. Könnyed utacska legyen. Úgy. Akkor innen is menjen. Nem jó. Miért nem úgy fordul? Úgy fordul.
Hát most ráfogjuk, hogy úgy fordul, az kész. Van az. Jába legyen csak. Azt hiszem arra kell venni. Ja nem. Na. És akkor mindenhonnan meg lehet ezt közelíteni. Ha jobbról akarod, akkor jobbról. A balról, akkor balról. Mi kell itt variálni? Nincsen laci-faci. Na, várjuk meg, hogy ez fölépüljön. És akkor ide biztos, hogy kell áram? Kerítésen keresztül nem tudjuk bevezetni, gyerekek. Valahogy okosba oldjuk már meg. Mi? Bassza meg. És ez mire föl? De hát miért? Hát egy hobbiból, gondolom. Kitört a fiatal úr. Most éppenséggel itt tartja kedve. Hát nekem meg úgy tartja kedve, hogy téged eladlak mindjárt, komolyan. Kiütötte a kaput, kerítést, és megy. Ő megunta. Ő megy! Jó! Figyelj! Menj csak, apukám! Jó van! Kurva nagy vagy! Megteheted végül is, nem? Ha, hát dehogy isten, persze! Hú, de nagy Ani vagy! Ez igen! Félelmete... Na gyere! Visszajön! Mekkora spíler! Azt a trollt! Mehetek a dolgotokra, ne lövöldözzétek meg! Ne! Áj! Úristen, jó. Vissza. Nem kell bántani. Hát visszajött. Mekkora troll vagy! Zárd már be a kaput! Hát hogy lehetsz ekkora hülye? Azért. Na. Jól van, a baj elhárítva. Még lehet, hogy ide is kellene valami dupla kapus megoldás. Nézd meg, hát majdnem elütötte. A hülye. Megérkezett a T-Rex. Aha. Megérkezett. Kelleni fog akkor ide egy kapu. Nagyon-nagyon kis hunyiba ide rakunk egy kaput. Ez miért van ott nyitva? Nem lesz jó, hogyha csak úgy az mindig kinyílik, gyerekek. Ne csináljuk itt a fesztivált. Na, oda tessék akkor elmenni, jó? Vele megcsinálunk itt egy gyors helyzetfelmérést. Ami szerintem mindenképpen gáz az az, hogy itt nincs homok. Nincs meg a kis homokozója. Mindjárt megoldjuk, apukám. Ne aggódjál. Jön a homok, nézd, élvezd a homokot. Ez még így sem jó neki. Húha. Az nagy baj. Lehet, hogy jobban tennétek, hogyha... Menjetek kifele gyorsan! Víz! Menjetek már kifele, idióták! Mit csináltok? Ennyi csak elég. Persze, bőven.
Szia, Salikoma! Kecskék rohangálnak a T-Rexnél, persze. We did it! This wouldn't have happened without you, Dr. Malcolm. Hey, I want it on record. I'm not in favor of this park's existence. But this was John Hammond's dream. Delayed, but not denied. Igen, a kerítésfejlesztés az mindenképpen kelleni fog ide. Ja, először mondjuk a parknak az értékelését kellene fölhúzni. Ja, az mondjuk elég fontos. Meg hát nyissuk ki persze, tehát ez volt a küldetés. Dr. Malcolm, this facility brings needed stability to InGen's operations. That's a win for us both. Nagyon jó. So it would appear. And the park is a unique opportunity for our guests. Or, you know, for the dinosaurs. Mint a húzat. Jurassic Park, San Diego. Isn't it something? Oh, it's something, all right. A living illusion. Úgy eltedik, mint a... süket az olajtót. As impressive as the park. Always be improved. Specifically. Betolakodókat csak úgy nem enged be. We need to get Mr. T-Rex. Who doesn't love a cold drink? Ez nem így működik. And it's a good way to keep up our profits. Keep an eye on the drinks amenity, and the money should flow. Ultimately, everyone is at the park for one reason. Igen, ugye nincs profit. This is the only place in the world they can, and they want to. That's why you jól van, anyukám, figyelj ide! Tudod, mennyien parkot már fölhúztam? Jaj, nagyon sokat. El sem tudod képzelni, hogy mennyit. Ide jöjjön egy ilyen bunker. Őt. De? Legyen beton biztos első körben a helyszín. Meg akarom várni, míg elkészül, hogy jobban lássuk azt, hogy hova kellene még erősítés. Mi? Ennyi? Aha. Jó, tehát akkor még bőven kell ebből. Jól értelmezem. Nem van. Intézkedek. De föntre is sakunk akkor egyet. Talán... de föntre is. A kettő megvan. Talán már elfogadhatóvá válik a helyzet. Tehát fönt megépül az a kettő szem, aztán meglátjuk, hogy változik. Aha. Jó, ez így egészen elfogadható. Ez így teljesen korrekt. Esetleg ide még lehetne egyet tenni, de az már úgy gondolom, hogy... Azért gyerekek. Azért ne szálljunk el. Nem kell itt egyből turvulni, szerintem. Viszont ide a fajtó mellé, mondjuk egy hotel. Azért úgy ott aludni abban a hotelben, hogy bármikor áttörheti a T-Rex azt a kaput. Na jó, nem, ilyet nem csinálhatunk. Az, ő itt amúgy szórakoztatja a népet? Jó, mondjuk. Hol van? Hova kellene ez a hotel? Ide mondjuk? Ahogy nem akarja így magát oda szívni magát? Úthoz. Erre fele nézzen esetleg, vagy nem erre.
Így. Okés. Egy hotel megvan. Akkor kell valami olyan mellékhelység. Ide kapásból a legelejére már jöhet is. Nézzük, hogy mi változik most majd ezáltal. Közben kutatás, az pörögjön. Tele vagyunk lóvéval. Menjen. Mondjuk, hát igen, a kerítést, az jó lenne azért fejleszgetni szép lassan. Úgysem igényel túl sok pénzt. Hát kedves Bálint, ez még viccnek is rossz volt. Az a helyzet. Szia Poppy. Szia Fexi. Érdekesnek találjátok azt, hogy én is mondjuk meglepődtem ezen kicsikét, hogy a T-Rexnek nagyon kell a homokos talaj. De lehet, hogy ennek megvan a tudományos magyarázata tényleg titkon. Ki MC kúró? Nem is MC kúró, megkúró! Azt a micsoda név! Ez igen! Grat! Ez saját? Nagyon komoly elképzelés. Ez jó. Megkúró. Ez de jó. MC kúró. Aszta. De jó. Na, nagyon szimpatikus. Ki a Tomika? De akkor étkezni lehet, ugye? Igen. Na, és ezzel tökéletesen kielégítjük mindenkinek az igényét. Első ember, akinek le is esik. Sokan mondták már. Jó, szimpatikus, komolyan. Ide jöhet egy italos, bodega. Hát jó, fogjuk rá, majd később jobb lesz. Tényleg, előző pályán kellett neki erdő. De most például nem kell neki. Figyelj, lehet, hogy olyan gének alkotják, ami úgy módosították a DNS-ét, vagy lehet, hogy nem tudom. Olyan a DNS-e szerintem, ami ezt így megengedi. Meg akkor csinálunk egy ajándékboltot is valahova. Gyere ide a legelejére. Így bam! Hát jó. Oké. Super. Ma lesz Valentino Rossi utolsó versenye? Az igen. Én nem tudtam róla. Mi ez a hang? Mi ez a hang? Isten. A bevétel az még mindig nem a legjobb. Növelni kellene ezt.
Mivel tudnánk ezt növelni vajon? Mellékhely... Ó, a mellékhelyiség, hát persze! Abból sosem elég. Gondolattam volna. Így van. Two more dinosaurs are inbound, and I need the park ready for their delivery. Ajaj! Also requires suitable enclosures and support. So what's the latest addition to the menu, besides us? A few herbivores. Simple to manage. There's nothing simple about managing dinosaurs. Úgy írók érkeznek rövid időn belül. Mamenhisaurus és Parasaurolophus. Uramisten. Na most ez... Hát tudja a bánat. De le tudjuk ezeket rakni vajon? Sauro... nem jó. Stego, az se jó. Bassza meg. Hát a kubiketrec kell ide is. Hát ezt nem hiszem el. Megőrülök. És itt hova rakjuk majd ezeket a bódékat? Hello. Ó, komolyan oda raktam le azt a mellékhelyiséget? Nem. Inkább elvisszük. Odébb tesszük. Már mondjuk... Tökéletes. Ide hogyan fogjuk majd lerakni ezeket a bódékat? Arra is gondolni kellene. Ugye vár. Úgy tudjuk talán megoldani, hogy ezt itt kitöröljük vele együtt, és itt egy picike kis beugrás lesz majd. Hát szerintem így. Nem jó. Kicsi volt az a beugró rész. Jobban be kell hozni. Még ezzel már túl sok, de annyi baj legyen. És akkor szerintem ide túloldalra is kellene valami, de itt most megpróbálunk valami extra csícsutyot itt szerítjenteni. Jó. Ilyen helyre vajon be lehet rakni? Őt. Nem mi? Hát nagyon nem. Bár mondjuk itt ki tudja, hogy mi akadályozza ezt most. Na mindegy. Jelenne kísérletezünk, akkor hagyjuk ezt. Ja, hát egy kis türelmet kérnék még. Így. Amenhisaurus. Ugye földobja úgyis itt a képét, és akkor tudjuk azonosítani, hogy mi is a helyzet. Azt a... hát ez átlépi a kerítést. Hogy mi? De ez komoly? Hát ez nem normális. Jó, hát jöhet. Nem fogom visszautasítani. Mondjuk... legalább most meglátjuk, hogyha őt leteszi a rendszer, a szállítógép, akkor... akkor... legyen a kapu körülbelül.
Rangerek, merre vagytok? Az anyátok úristenét. Tettek ide nagyon gyorsan. Hú, bászeg, mekkora nyaka van ennek, te jó ég! Há, anya szülte? Atya ég. Ja, megnézzük, hogy ő ezt a paraszauró lófuszt elviseli-e, vagy sem. A szaurópodot valamiért nem kedveli, az egyszer biztos. Paraszauró, hát. Vajon egymás mellé betegyük ezt a kettőt, vagy sem? Nem kéne kockáztatni. Első körben mindenképpen csináljuk meg ezt a ketrecet még, ami itt vissza van. És akkor... csak a lehiggadunk. Ha esetleg szükség van bővítése, akkor összehozunk egy-két fajt. Ez kész. Nem probléma szerintem. Hát ez úgy nem jó. Ne, hát ez így nem egyenes. Hát nem tudom, ez most ilyen lesz, akkor kész. Hogy építettük azt meg? Hát szimmetriát nem igen fog tartalmazni ez, de... én megtettem mindent. Ó, van, lesz, amilyen lesz. Még a fontos. Úgy! Mesteri! Nagyon pöpecű fognak ezek ki. Hát istálom. Lesz a bejárat, körülbelül. Elvileg így most minden kapu úgy lett megcsinálva, hogy fölösleges mozgás nem lesz ott a kapu előtt rangerek által. Mi nagyon pozitívum. Nagyon nagy pozitívum. Ők meg átjöttek ide, azt hiszem. Ja, jönnek át, ja. Gyorsan épüljenek itt a dolgok. Mindjárt jönnek a paraszauró lófuszok. 5 darab ráadásul. 1, 2, 3, 4, 5. És egyik helyen sincs víz. Things are going as planned. Or so it appears. But InGen needs more samples, so we're returning to traditional paleontology. A simpler time, when the science was digging bones out of the ground instead of bringing them to life. I've given Ms. Halford the requirements. We've got to increase guest count. Of course. Oh, of course. And then we need an expedition center, so we can send out teams to get new genome samples, which will give us more species diversity. That's sensible, I guess. This should help our park rating, which we want to increase. Well, that's, ambitious. And that could lead to greater profits. Persze, nyilván, tehát ilyen állat nyakkendőt fog majd viselni. You know, there's some patterns in the universe that defy the laws of chaos by being so obvious. And the so-called bottom line is one of the shining stars. That's what caused the original park to collapse, hubris and greed. Your concern is noted, Dr. Malcolm, but InGen needs to recover its losses, and this park is helping that cause. We've learned from our mistakes. I fear that what you've learned is that, like a phoenix, InGen has risen from the ashes of disaster, which means you think you can do so again. Hát ezért remélem elég lesz nekik azért. De én túl sokat nem akarnék ebből retteni be, valami őszintén. Nézd meg, most meg a nyílt terület lett a kicsi nekik. Basszus. Jó, mindegy, akkor ez van, kész. 79%-on vannak. Nem tudok mit tenni.
Érjék be ennyivel. De lehet, hogy ez jobban növelné nekik amúgy a... De jó Isten tudja. Jó, ez így. Ne, nem irigylem azt, aki őket rágyázza. Jó Isten. Igaz. Igazad van. Egyiket nézzük pár meg gyorsan, na. Gyerünk kollega. Kívülről is jó az, csak tudjuk, hogy mi kell neki. Jó, jó, rendben. Intézzük. Köszönjük. Ennyi elég? Jó van. Hajrá. Húha. Na és akkor most az a lesz a feladatunk, hogy egy minek mondják? Fogalmam sincs. Az egyik fajta az a lényeg, hogy ki kell hullaznunk. El kell érnünk ott a 75%-ot. Ehhez pedig kell nekünk egy expedíciós központ, ami még konkrétan nem lett lefejleszve. Mert nincsen 4 scientistünk. Baszki. Gyorsan kell fölvenni valakit. Valami irtonai tudású. Genetika. Hopp! Elég sok oldalú. Vagy inkább ő? Legyen ő? Sok oldalú? Impatikus? Csaj? Csaj? Vagy esmi? Jó. Tudjuk elküldeni pihenni? Nem, mert nincsen staff center. Hú, de fejletlenek vagyunk. Most hova is kell menni? Hú, ez így bonyolult. Infrastruktúra vagy... Nem? Ez nem jó. Hova kell menni? És az. Az meg össze-vissza. Ez lesz az. Nem, ez se az. Mi van? Valamit kihagyunk. A szart nem veszek észre. Nem baj, megoldjuk ezt kerülő úton. Ja, hogy ez megvan, csak annyi kellett, hogy négy stábtagot kellett még, illetve egyet kellett fölvenni, négy stábtag kell összesen, és akkor már engedélyezi az expedíciós központot. Hát ezt meg nem tudom letenni normálisan, úgyhogy lesz, kicsikét ferde lesz, ez van. Oké, mi kell még? Aleó, hát ez persze. Kell a kórház. Sajnos kell a kórház. De nem lehet csinálni most. Így. Kell nekünk egy expedíció. Meglegyen 75%-ra valami. Hát mit menjünk el felfedezni? Valami olyan kellene mindenféleképpen, ami... Velociraptor. Hát ez mondjuk nem hangzik rosszul. És fél perc.
olyanra gondoltam, amit konkrétan a meglévő állataink elfogadnak, sauropod. Most ilyenből van például? Sauropodból? Esetleg. Triceratopsot ezek a nagy gyakorlók elviselik, nem? Úgy emlékszem, hogy... Mindenképp olyan kellene, akiket ők kedvelnek, hogy véletlenül se legyen probléma. Ahogy be lehetne őket rakni oda, nem lenne gáz, csak túl nagy lenne idővel az ellentét, hogyha sokszorosítanánk. És ez a strutiomimus? Ez jó lehet. Vagy nem jó? Az ki, ez se jó. Akkor... Lehet, hogy... kellene kifejlesztenünk. Ja, hát csak ide, ugye ide el kell érni különböző kritériumokat. A T-Rex is. Itt esetleg van valami extra? Jó. Húha. Ja, itt ezeket egyáltalán nem tudjuk fejleszteni. Elviseli a triceratopsot? Komolyan? Ceratopsid. Jaj, tényleg. Hát teljesen igazad van. Sőt, nem hogy elviseli, kedveli. Más is elviselne, csak őt kedveli, baszki. Hát ez nagyon jó, hát akkor legyen ő! És akkor legalább végre valamit logikusan csinálunk. Először a játékban. Igen, ugye mindig az zavar meg itt, hogy nem az volt odaírva, hogy triceratops, hanem ceratopsid. És az már egy sokkal összetettebb dolgot jelent. Oda sokkal több állat tartozik bele a ceratopsidok közé. Ez az, ami kicsikét úgy megzavar. Jaj, ne, ezt innen tüntessük el. Ez nem kell. Így, nem kell nekünk ezt belőni. Esetleg még annyi, hogy kerítés hogy van? Ja, most ugye a stábtagok elfoglaltak. Igen. Staff Center. Azt mondjuk, nem vagyunk elfoglaltak, azt le tudjuk ártani még. Egyszerű. Örögjenek a fejlesztések itt is, mert nem vagyunk maradva. Az a helyzet. Kerítésfejlesztések. Hát... ezt úgy kellene talán megoldani, hogy például itt a T-Rexnél is van értelme mondjuk a T-Rexnél? Kerítésfejlesztése, mert ez olyan fejlesztés, hogy semmilyen. Hármas szint, hát ez még nulla. Majd hogyha ilyen ötös, négyes ötösnél kellene elgondolkodni. Is. Csak a szokásos. Igazából. Nem kell megijedni, csak a szokásos. Igazából. Semmi extra. Hát ide is kéne mellékhelység. Így. Itt erre még van szükség, úgy tűnik. Hotel? Hotel az itt van, akkor ide is rakunk egy hotelt a húsó végére. T-Rex-el szembe.
azt mondja, hogy akkor bunker. Állunk a bunkerekkel. Hát, és kéne egy bunker. És egyre több ember fog jönni úgyis. Oké. Beton biztossá kell tenni amúgy is a bulit. Ó. Akkor így. Hogy kellene valami ajándékbolt szerűség, vagy lehet, hogy csak szimplán ki kellene fejlesztenünk a komolyabb boltokat. Van például a nagyobb hotel, vagy bánatba lehet ezeket kifejleszteni. Egyszerűbb lenne, hogyha itt szimplán rájukat tintanék talán. Egy közepes már nagy előrelépés volna. Ja, itt van. Igen, na ez mondjuk például azért sokkal-sokkal nagyobb területet lefede szerintem. Megvárjuk azt az egy percet. Pörgessük le, hogy csak lehet. És valóban kell lenni fog egy keltető is. Az rohadtul nincs. Amit igazából hogyan kell lerakni? Azt se tudjuk. Ilyet még nem raktam le ebbe a játékba. Itt van. Hát természetesen ugye azt is kutatni kell. Hát persze. Jó, kettő kollega meg ugye elfáradt. Akkor pihenő. Viszont kellene akkor fölvenni egy-két újoncot. Logisztika? De nagyon logisztika. Tehát ez az nem jó, aki ennyire egyoldalú. Hülye. Nem túl jó. Túl acélos ez a felhozatal. Ezeket majd tudjuk fejleszteni, csak... Ájjaj, jobb lenne, hogyha fejlesztés nélkül jók lennének. Nem kellene őket még pluszban fejleszgetni. A végre ezt kifejlesztjük gyorsan. És akkor navaz, el fog fáradni úgyis. Jöttek leletek Triceratopsról. Azokat nézzük meg. Hogy... ja, így van Salikama. Valami ilyesmi lehet. Vannak emberek azért? Hát vannak. Kevés. Hossz a lefedettségünk, azt mondja. Javítani kell a lefedettséget, mert nem tudjuk kielégíteni az embereknek a szükségleteit. Hát most erre várunk lényegében, hogyha ez elkészül, akkor nem ezen tudunk javítani. Jócskán. Na itt is van. Ha ide a túloldalra rakunk, akkor egy ajándékboltot. Úgy, hadd örüljenek. Ja. Három. És más a helyzet.
lehető legkevesebb modullal kéne megoldani. Az... így lesz a legjobb. Tökéletes. Gyerekek. Így azért ez pörögni fog elég szépen. És akkor mi volt ez? Ajándék volt. Ebből kellene nekünk egy italos is. Ez is megvan. Ez is egy nagyon pöpec. Hát eléggé hasonlítanak mondjuk egymásra. Nem sok a különbség. Már is sokkal jobb. Minimális etélés azért így legalább van. És akkor kellene valami étterem is. Jó szorosan. Hát ez az áramellátás, baszki, mindig gond van vele. Tehát még nem láttam, hogy nincs gond ezzel. És megvan. Most kellene megnézni a lefedettséget. Most a profit az zseniális. Őt akár még itt a legelején is le lehetne cserélni ezeket a bódékat. Köszönjük szerint. Gyerekek, expedíció. Mr. Triceratops kell. Trodon! Hoppá! Nem ismerem. Trodon. Mindjárt megnézzük valahol. Az meg! Azért itt lesznek ám még 107 darab dinó? 107. Korrekt, és itt hol van vajon a... Rodon? Tö. A kurva életben nem tudjuk. Ott van az a vízi állat! Aha! Oké. Jó lesz. És akkor őket elküldtük lényegében, vagy nem? Nem lett elküldve. Vagy el lett küldve? Ilyen gyorsan végeztek volna? Az ki van zárva. Ja, nem lettek elküldve. Így. Oké, na nyomjátok. Hát vannak új frissítések, persze. Igen, játszottam vele, vagy ne végigvittem azt teljesen. Vannak változtatások. Érdemes azért szerintem megvásárolni. Vannak azért úgy benne újdonságok. Persze. Tök jó. 50 plusz órát simán el lehet benne verni, hogyha valaki tényleg szereti, imádja ezt a ilyen stílusú játékot. Szereti a világát ennek a játéknak. Nyilván. Van benne tartalom. El lehet benne lenni. Vannak új dolgok is. Én tök jól el vagyok benne. Másabbak a pályák. Kampánnyal érdemes kezdeni mindenféleképpen. Az azért elég jó megveszi az embert, viszont azzal legyél tisztában, hogy
az csak egy jéghegy csúcsa lesz a kampány. Igazából onnantól kezdődik majd a játék, viszont a kampány az meg arra tényleg tök jó, hogy így egy egész jó kis bevezető a játékba. Hát 60 eurós ár. Ki fizet 60 eurót ezért a játékért? Senki. Ki ezért 60 eurót kiad? Jézus Mária. Nem szabad, minek? Ott van millió CD kulcs vásárló oldal. Add de soroljam őket. Olkishop.com. Többit nem is mondom. Kiírja, hogy hol a legolcsóbb. Még akár kupont is ad. Még ilyenek, szóval... 60 eur... Te Steamen kivásárol játékot. Max akkor, hogyha van valami bazina deárazás, nem? Várj, de most itt melyik kell nekünk? Majd ki kell fejleszteni sürgősen. Baj van. Nagyon nagy baj van. Ő az. Karantén alatt legyen az összes dínó. A másodpercre. Ő csak hát karantén alatt vannak lényegében. Nem tudnak senkivel sem érintkezni. Max a rézserekkel. Ajjajjaj. Hát azt már nem tudom, mágosan. Az. De amúgy sem mondanám meg, hogy őszinte legyek most már, mert ezek a CD kulcsos oldalak, ezek elvettek a büdös pics kunyiba. Sok megbízható oldal van egyébként. Ó, és most. Mehet a fejlesztés. Jaj, ennyi? Kész is van az a fejlesztés, nem mondod. Ennyi volt? Azt hittem, hogy külön ki kell kutatnunk. Ezt a betegséget, de nem, jó. Hát akkor ez így még jobb. Gyerünk. Már 82%-on vagyunk. Utána jó. Akkor ide még fél egy. Jó. Hopper jó. Mehet is akkor a... Akkor ezt a Trodont ezt hagyjuk-e? Valami kis picike kis porba fingó. Mondjuk azt se bárnám igazából, hogyha legközelebb nem áruljátok el, hogy milyen dinóról van szó. Hogyha nem találjuk meg a játékba, akkor... Akkor nem találjuk meg, az kész. Majd ami jön, az jön, az ennyi. Velociraptor. Talán ő kellene, ő azért egy egészen jó kis... ...erkezet. Ő azért úgy elég érdekfeszítő, és hát eléggé költséges az expedíció. Még lehet, hogy azért a világ túlsó végére kell utazni. Viszont akkor... Hol a keltető? Hop. Itt van. Hova gyártsuk le? Lehet, hogy csak le kéne ide dobni.
Úgyis... Rához szállítani fogjuk őt. Ezeket az állatokat. Ha meg maximum véletlenül kiengedjük őket emberek közé, akkor ez van. Ez, hogy ide valahova kivágjuk a sunyiba, az kész, nem? Ahol fixen van áram, mondjuk. Ja, ide, ide, az kész. Úgyis mindenhova szállítani kell majd az állatokat. Ennyi, és akkor itt fixen van áram. Aztán kész. Nincs öt. Ajaj. Probléma van. Méghozzá azért, mert... Mert miért? Micsoda! Azt a kurva életbe! Az kemény! Kollega! Meg kell menteni a másik kollega! Akkor nem. Most ilyenkor mi történik? Van egy rangerünk, aki... Megsérült. Lehet, hogy... Igen, replace. Azonnal. Azonnal. Erre viszont akkor ő át is veszi a feladatokat? Én úgy? Igen. Na, ez mondjuk tök jó, intelligens. Super. Ehhez mennyi kellene? Ó, hát ez még odébb van. Felejtős. Érjük ezzel szerintem. Ezt meg ide rakjuk ezzel szembe. Jó közön. Valahogy úgy kéne forgatni, hogy pont oda férjen. Nem hiszem el. Miért nem fér az már oda? Jó. Kéletes. Mindjárt lesz itt áram, gyerekek, ne aggódjatok, tartsatok ki! Azok a növényevők meg úgyse fognak kitörni. Hú, bassz meg. Status check. A 79 az be jó, szerintem. Modulnál nem tudtunk rárakni semmit, sajnos. A következő expedíció. Ez csak 360 ezres expedíció. Akkor lehet inkább oda kéne menni, nem? Így, és akkor legalább a többieket elküldjük szabadságra. Nagyon fáradtak. Oké. Okay. Ez ki, rengeteg pénzünk van. Úr, sok pénzünk van. 10 millió. 11. Tetszik az a 10 millió kuporgatás? Kuporgatás? Milyen kuporgatás? Hát ez ülik magától. Ilyen egyszerű. Hát azért még kellene ide italozó, hogy látom. Nagyon kellene. Ez lényegében semmit nem fed le. Ezek a kis szarok. Itt azért bontani kellene. Igazából az lenne itt a nagy meta. De meg ugye nem fér. Jól van. Ezt módosítsuk, amennyire csak bírjuk. Hát ez nem lesz túl nagy módosítás. Ez ilyen kis gyönge lesz. Ja. Meg kell várni, míg visszatérnek a többiek tünetről. Mindegy, addig viszont... Simán ide lehetne csapkodni egy-két vendéglátó egységet, szerintem. Egymás mellé.
Mit teszünk most le? Kajálda. Jó. Mi? Micsoda? Minusz 36? Ez hogy? Hát szükség van rá, nem? Hát, hogy kevés az ember. Ez minusz. Há, haló. Ez gyerekek. Na, most a jó. Ez nem változik, hiába pörgetem. Ez minusz. Jó, kevés az ember. A lefedettség jó, viszont kevés hozzád ember még. Nem baj. Jöhet csakor a triceratops most. A ceratopid, vagy micsoda? Ceratopid? Ceratopid. Velociraptor. Ez az. Viszont nagyon buták az embereink. Baszki, egyszerre konkrétan. Hát csak egy tud pörögni. És senkit nem tudunk fejleszteni. Ja, mondjuk, mert a megbízást teljesítenek, azért is van ez így. Egyéb kutatás. Ezek mondjuk jó újítások lennének, mondjuk. Tényleg, úgy is meg lehetne csinálni akkor ezeket a... Most jut eszembe. Úgy is meg lehet ezeket csinálni a park túrnak köszönhetően, hogy akár az emberek az összes ketrezbe bemenjenek. Szia, Téó! Ja, Tomi. Bizony, bizony. Vagyis, majd ki kellene próbálnunk. Igen, majd kipróbáljuk. Jó, ide akkor kell egy italozó. Italozó? Italozó. Hát, hogy nagyjából így ide. És akkor a lefedettségünk nagyon fasza lesz. Minusz 4000, ez is kevés az ember. Kellenek a triceratopsok. És a velociraptorok. Nagyon. Kellenek. Kész is. Nézzük egyszerre, mennyit tudunk lehívni vajon. Ez jó lehet végül is. Plusz 30 atak, hát. Könyörgöm. Ez nem túl jó. Nincs szükség annyira populációra. Na mondjuk legyen. Belefér szerintem ez. Agresszív ne legyen. Ez jó. Ez is jó. Na hát akkor gyerekek, 5 darab lesz. 5 triceratops. Jó, hát ezt pont le tudjuk gyártani. Állítsok másik... Miért? Miért kéne másik típus?
Arra gondolsz, hogy a kis vendéglátóhelyeket le kellene cserélni itt a legelején, vagy miért? Rakunk egy boltot. Azt a mindenit. Ez mondjuk már most 18 000 profittal pörög. Nincs rajta profit, mert mindegyik hamburgeres? Hát ez szerintem mindegy. Pörgessen, lefedettség a lényeg. Basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázpadlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Isti 1984 feliratkozott. Boldog hónapfordulót, mosolygós fej. Mosolygó. Köszönöm szépen, Isti. Nagyon nagy tapsja neked, szervusz. Neked is boldog hónapfordulót. Köszönöm szépen. Megpróbáljuk a kíváncsiság kedvéért, de nem fog változni semmi sajnos. Nagy valószínűséggel. Hát legyen ilyen mondjuk. Minusz. Kevés az ember. Az itt a fő probléma. Aj, ezek meg teljesen ugyanúgy néznek ki, ez nem jó. Valamit ezen alakítani kell. Na így legalább már egy minimális eltérés legalább van. Oké. Most ajándékboltot még ide is lehetne rakni. Ajándékboltot, ezt imádják az emberek, megörülök. Odáig vannak érte. Meg úgy, és kész. Brutál jó. Super, na? Kellnek az állatok? 50 másodperc. Attól félek, hogy ez a ketrec, az meg, tehát 5, meg akkor van itt 2, akkor 7 darab dinó lesz ekkora ketrecbe. Hát ez nem lesz kicsi? Plusz 30% dominans. Talán nem lesz probléma. Azt a kurva Ibin, kipörgették 2 lambót? Egyszerre? Jó. Ha nem szeretnék veled beszélni. És igen, gratulálok. Atya úristen, ekkora csalás. We need to acquire more land. Ooh, that sounds all kinds of concerning. We're outgrowing our current facility size. Success breeds expansion. Mm-hmm. Yeah, I got a caution against biting off more than you can chew, which isn't a problem for the dinosaurs, but is a recurring issue for humanity. I think it'll be all right, Dr. Malcolm. Azt a nem mondod, ilyen létezik, hogy terület nagyobbítás. San Diego success as we are. Az de komoly. A few requirements. Yes, as one would expect, and I'm one. $2 million. Respect. We'll need to purchase the land, but then we should. És ez még csak a jéghegy csúcsa, mert ha jól látom, akkor ott van még ilyen terület bővítés. Atya világ. Aszhát Gábor. Na, mennek a tricerák, oda néz. Sorban állnak a szállító helikopterek. Csuhú! Óvatosan, lassan, gyerekek! Lassan járj, tovább érsz. Ne felejtsétek el. Csak nyugodtan. Ez igen.
Tornotaurus. Apatosaurus, Brachiosaurus, Kamarasaurus. Hú, azért itt már vannak új dinók, egyértelműen. Még eddig nem voltak szerintem. Gallimimus, Gigants... Jó van. Richtonsaurus. Ez már szabad építkedés, persze. Hát nem. Igazából nem, te szabadabb, jóval szabadabb. Igen, jóval. Mindig vannak kis célkitűzések, amiket el kell érni, hogy tovább haladhassunk a pályán. Ennyi. 5 csillag a cél, persze. Ennyi, és bővült a pálya. Ennyivel bővült. Species count is a measure of how the park is doing, and how you are doing. We're making solid progress. But we still need more dinosaurs. One way we can get there is by increasing a dinosaur's genome percentage. See that our scientists are focused on making it happen. Don't forget to check in with the Expedition Center. It should be a beehive of activity, and there's always opportunity to be found. Of course, we want everyone to come visit the dinosaurs, but we also want to track specific guest types. Menő, hogy ilyen a tökre menő. We need to stay focused on our partners for continued success. Nem, viszont van nekünk most ilyen Mamenchisaurus. Na ők hogyan leszek itt vajon? Hogyan fogják ezt elviselni? Annyira nincsenek jól. Kell nekik a talpuk alá ez a kis idióta növény. Hát ezt megadjuk nekik. Hadd örüljenek, szegények! Na! Így. Hát azért... Ők nagyon határon vannak. Uha! Uha! Ők nem nagyon össze... Gyerekek! 70... Húha! Szóval ez így nem a legbiztonságosabb, amit most itt csinálunk. Hát 72%. Ezt úgy gondolom, hogy most így... Ez most így ki van maxolva. Teljesen. Ide több állatot nem szabad már betenni. Ó, bazd meg, és még jön. Ez lesz az utolsó szerintem. Nehogy itt baj legyen. De nem te pörgetted? Ja! Basszus, hát akkor jó van. Azt hittem, hogy te voltál. Jól átlettem palészba. Továbbra is 72. Így marad ez vajon? Ajaj! Vihar. 62%-os komfort! Bassza meg! Ez a baj. Ó, a picsbe. Nincs áram. Kurva életbe, nagyon nagy a baj. Ezek ki fognak törni? Ez homokvihar? Vagy mi a bánat? Ó, sehol sincs áram, gyerekek, Jézusom! El az útból! Mayday, mayday!
Nincs áramunk, bassza meg! Hát hogyan lehet ezt megcsinálni az áramot? Baj van. Akkor menjetek haza. Sehol sincs áram a vihar miatt. Na most ezzel mit lehet csinálni? Semmit. Ajajajajajajajaj. Igazából senkit nem tudok mozgósítani. Jó, elmegy a vihar? Úgy tűnik, hogy elmegy a vihar. Ó, te jó ég. Remélem, hogy az állatok stabilizálódnak. Bunker vajon még hova kellene? Most így, hogy be van zárva minden, ki tudja. Jó, mindenki ment ki. Nem sandbox módban vagyunk, hanem ebbe a káosz teóriba lényegében. Ez a neve. Ha ott valaki megsérült, ori gyerek, ha nézz oda. Még az a szerencs, hogy ennyi pénzt már sikerült felhalmoznunk. Ez jó egyébként, beszédes volt, hogy ezt a vihart ennyire tök jól... Mi van? Éhes. Hogyan lehet ő éhes? Hungry. De ez egyszerűen lehetetlenség. Nem? De bakker, már mindenhol ott van a kajájuk, hát. 70%. Ajajajajajaj. Nem fogom ezt kibővíteni, az ziher. Esetleg annyit, hogy... Jó legyen? Ez előbb-utóbb úgyis... problémás lesz. Annyit csinálunk, hogy... dobunk egy bővítést. Még beleférhet. Mi itt a probléma? Miért nem engedi a játék? Ja, persze, út. Akkor innen hozzuk. Nagyon kis, picike bővítés, de legalább valami lesz. Ennek már talán örülnek. Hát így. És akkor itt annyit még tehetünk, hogy ide is rakunk egy ilyen bámészkodó részt. Mondjuk... Na mondjuk így ide. Így. Kész. Na mindegy. Ennek így működnie kell. A T-Rex betegedett meg? Hát jó van. Semmi extra. Igazából. Itt is ugyanaz a helyzet. Gyógyítani nem kell esetleg? Gyógyszeres kezelés, vagy valami ilyesmi? Mondjuk a T-Rexre is, akkor menjünk rá.
Ja, igen, jobb ez a pálya, nekem is jobban tetszik, igen. Totál egyetértek. Próbáltam követni azokat az elképzeléseket, amiket itt elég tárt a játék, nem össze-vissza rakosgattuk a ketreceket, és jó lenne ezt tartani. Ezt az ütemtervet. Hopp, nem ide. Kutassunk. Kell a fullos velociraptor. Valamelyik kollega itt nagyon fáradtnak tűnt nekem az előbb. Őt el kéne küldeni. Pihenőre. Így, menjen is. Folyamatos itt a csesztetés. Jézusom! Menjetek már ki! Megint basszus, hát nem veszitek észre, hogy milyen állapotban van az autótok? Menjetek már innen ki, jó gyorsan. Úristen! Gyerekek! Az ott mi? Kifele! Ja, csak úgy ellenőrizik az állatok állapotát. Basszus. Jó, meggyógyultak. Okay. Most lesz annyi. Bazd meg. Hát ez ennyi volt, jó. Szép munka volt, kollégák. Basza, ez egy 50 000-es mutatvány volt csak. Nem probléma? Hát de pancserek. Nagyon-nagyon pancserek. Szóval már elértük a... Elhagytuk a 3 csillagot. Hogy állunk most? Italozó helyek az teljesen jó. De nem, hülyeséget beszélek. A boltok, ajándékboltok. Italozók. Aha, ez itt a probléma. Kaja, az sem túl jó. Ez azt kéne csinálni, hogy ezt innen áthelyezzük valahova. Mondjuk ide hátra. Szerintem ez itt senkit nem fog zavarni. Nem jó, gyerekek, nem jó ez így. Mert ezt innen még el kéne tüntetni. Jó mondom. Vagy csak szimplán így flagbán idehajítsam, azt jó van az úgy. Nem flagbázhatjuk ezt el csak úgy. Nem szabad. Meg kell várnom, hogy felépül. Baszki. Többet már nem fogom odébb rakni. Ígérem. Ez itt a... ilyen... szervizút. Vagy valami ilyesmi. Igen. Most meg ugye az áramellátás tünetel. Jó van, türelmüket kérjük. Hát ez van. Eon is így szokta. Hát ez van. Adunk bele a világba. Így jártak. Majd megszokják. De csak sima vezeték fog kelleni, ugye? Vagy... Nem. De kell egy továbbító. Azaz. Így, és most lesz fullos a rendszer. Most mindenhol lesz áram.
Úristen, való, valami gáz van. Hoppá! Mi bajotok van? Megsérültek volna esetleg? Meg mondjuk az úthálózatot is lehetne fejleszteni, csak nem tudjuk, mert az sincs kifejleszve még. Velociraptorokat kellene gyártanunk. Ja nem, nem, így fölösleges mondjuk, 42%-et még mindig. Öttök, ez teljesen fölösleges. Viszont valami expedíció még mehetne itt szép sunyiba. Kellene még ide raptorból valami? Hát menjünk egyet még. Így, menjetek csak nyugodtan. 5,5 perces expedíció. Kurva sok. Rangerek még mindig nem jöttek ide. Most jönnek. De nem, az a orvosi kocsi. Na most fognak majd átjönni, jó. És kiderül, hogy mi itt a probléma. Lehet, hogy csak háborúztak. Valami nem tetszett nekik. Itt voltatok már hátul? Voltak. Akkor érzékelnetek kell azt, hogy már mindenetek megvan. Volt egy kis bővítés is. Azt ennyi. És istálóját. Húf. Na jó. Valami. Bővítésre volna szükség még. Hogyan bővítsünk? Ide lentre lehetne hozni még azért úgy elég faszán állatokat. Egy ilyen ehhez hasonló komplexum kellene talán. Raptorokkal, csak raptorokkal. Kezdetben. De hogyan álljak neki? Valami kör alakú legyen? Legyen kör alakú vagy. Még mennyire lesz kör alakú? Húha! Hát ez... Ez kör alakú? Hát ez egy elfuserált szar. Nem is az úttal kéne kezdeni talán. Hanem inkább a kerítéssel. Ú, baszki. És ez hogyan lesz így kör? Jó, akkor körülbelülre lesz csak karika. Jó van az úgy. Ez úgy sem fog látszódni. Hát... Te jó Isten! Ha megint mit csinálunk? Mi folyik itt? Na! Micsoda kör lett ebből? Ez igen! Katasztrófa. Hát ezt lehet, hogy most inkább nem erőltetjük. Nem jön az ihlet. Ez így egy nagy szar. Jó, ezt most szerintem engedjük el a bánatba.
Inkább ellenőrizzük, hogy most mi a helyzet. Az a lényeg most, hogy jelenleg egy olyan... alapot sikerült lefektetnünk, ami... hozza a pénzt. Ez tökéletes. Tökéletes, így. Uha, hát ő nincs túl jó állapotban. A gép, amit javasol, az... hát nem, nem, ez sajnos nem SimCity. Tényleg ennyire még nem tart. Sajnos az úgy nem, 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 valószínűleg nem lenne kör alakú. Hogy megnézzük azért kíváncsiság kedvéért. Az meg lehet, hogy igazad lesz amúgy. Igen, igazad lesz. Tökéletesen, csak nem kell, jobban kellene görbíteni ezt a szart. Igazad van. Jó. Ezt nem gondoltam volna, csak annyira csalóka volt ugye, hogy nem görbítettük eléggé. Lerakjuk, és nagyon kell görbíteni. Hát így is basszus, hát jó, mondjuk ez meg túl sok lett. De ennyire nem kéne. Ó. Assza. Jó, ezt mindenképpen be kell iktatni. Rendben van. Egy kutatás is kellene. Egy kis kutatás. Jó. Na, megállunk, sacok, és akkor legközelebb innen folytatjuk. Nagyon jó. Egyre jobban tetszik a játék. Nem is az, hogy egyre jobban tetszik, hanem egyre jobban kezdek megnyugodni, hogy ez egy jó játék. Mert egy csomó időt már beleöltünk, és még mindig nem tartunk sehol. Azt érzem. Ami mindenféleképpen óriási pozitívum. Úgyhogy a folytatásban Forza lesz. Óriási versenyzésekkel. Alig várom, hogy folytassuk ezt a játékot. Holnap szinte biztos, hogy folytatjuk. De meg létrehozunk egy újfajta mentést. Ez kész. Marha jó. Tehát ez tipikusan olyan játék, amivel addig nem nyugszom meg, míg nem játszom ki teljesen. És hát most attól messze vagyunk, és ez idegesít. Jó értelemben. Na, viszontlátásra játék.